estét kívánok, köszöntöm a Hír Televízió nézőit, ez a Plusz Minusz a Hír TV politikai vitaműsora, amelyben ma is egy nagyon fontos problémáról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban Bősz Anettet, a Magyar Liberális Párt szóvivőjét, országgyűlési képviselőt, és Juhász Hajnalka, a miniszteri biztost, országgyűlési képviselőt. Kezdjük, jó estét kívánok. A probléma pedig abban áll, és ennek fogunk egy kicsit itt utána menni, illetve ennek az okait megfejteni, és tényleg egy nagyon fontos ideológiai problémáról is van szó, hogy május elején a Hír TV Terc című műsorában volt Azbej Trisztán államtitkár úr, aki arról beszélt, hogy a keresztény közösségekben világszerte népirtás zajlik. Erre Bősz Anett egy nyílt levelet fogalmazott meg Azbej Trisztánnak, és ebben a nyílt levelében ön azt írta államtitkár úrnak, hogy történelmi bűnt követel, aki keresztény üldözésről beszél jelenleg. És aztán ugyanebben az ügyben Juhász Hajnalka, a miniszteri biztos is megszólalt, aki pedig Bősz Anettnek címezve azt mondta, hogy történelmi bűn az, hogyha valaki a keresztény üldözést ideológiai alapon merészeli megkérdőjelezni. Most engedje meg, képviselő asszony, hogy Bősz Anetthez forduljak elsőként, hogy miért vállalhatatlan keresztény üldözésről beszélni a liberális logika szerint. Tehát miért nem ismerik azt el, hogy itt tényleg népirtásról van szó, és hogy a világban igenis probléma a keresztény üldözés? Én szeretném mindenek előtt külön megköszönni ezt a meghívást, ugyanis ezek a mondatok ilyen formán megvágva, illetve kiragadva a környezetükből rettenetesen hangzanak. Tehát ez nagyon hasonlít, ez az eset arra, amikor az édesanyák méltóságáért emeltem fel a szavamat, és aztán a jobboldali sajtóban valamiért elszabadult egy olyan kommunikáció rólam, mint hogyha én meg akarnám tiltani a gyerekeknek, hogy anyának szólítsák az édesanyjukat, és mint hogyha az anyák méltósága ellen emelném föl a szavam. Tehát én azt gondolom, hogy ez most egy pontosan ugyanilyen helyzet, ami most itt zajlik. Én minden esetben amellett teszek hitet, hogy az emberi méltóság és az ember a fontos. És hogyha a kormány egyetlen vallási közösséget emel ki, akik üldöztetve vannak, és csak az ő üldöztetésükkel foglalkozik, akkor ez egy probléma. Nagyon helyes, hogyha fellépünk az üldöztetett keresztényekért, és azt mondjuk, hogy segítsük őket. De jelen pillanatban, ahogyan ön is említette, zajlanak népirtások, például a muszlim rohingyák népirtása zajlik. Zajlik sok olyan üldöztetett kisebbségnek a drámája szerte a világban, akikről egyébként nem beszélünk. Tehát én amellett emeltem fel a szavam, hogy nagyon fontos, hogy ugyan a zsidó-keresztény Európából érkezünk mindannyian, itt születtünk, én magam is egy olyan családból származom, ahol kisgyermekként, keresztényként, katolikusként megkereszteltek, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag a saját vallási közösségünk mellett emeljük fel a szavunkat, sőt éppen ellenkezőleg a keresztényi értékek az én olvasatomban azt jelentik, hogy azokért is teszek, akik egyébként nem a saját vallási közösségemből érkeznek. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy például az Azbej Trisztánnál így érkezett meg a nyílt levelem, mint hogyha mondjuk a keresztények ellen emelnék szót. Éppen ellenkezőleg azt gondolom, hogy mi magunk itt Magyarországon és Európában sem tehetjük meg azt, hogy különbséget teszünk különböző vallású emberek közt. De bocsánat, mégiscsak történelmi bűnről beszélt, illetve szerintem az a különbség, és majd Juhász Hajnalka ezt megválaszolja, hogy a jobb oldal az ön által említett vallási üldöztetéseket nem tagadja, vagy sosem tagadta, ön viszont ebben a nyílt levelében kifejezetten tagadta a keresztény üldözést. Rosszul látom? Amit nagyon fontos látni, hogyha a keresztény üldözést vitatjuk, akkor tényeket vitatunk, és megkérdőjelezzük a nemzetközi jogi szervezetek, például az Európai Parlament határozatát 2016-ban minősítettem népirtásnak a keresztények és más vallási kisebbségek elleni terrorcselekményeket, amelyeket az iszlám állam követett el, de erről szól az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 2011-es gyakorlata, és hogy idézzem ide azokat a világhírű kutatóintézeteket, amelyek nagyon szigorú statisztikát követnek azokról a terrorcselekményekről, amelyek kifejezetten keresztényeket érintettek. Itt az Open Doors jelentését kell kiemelnünk, amelyet számos világhírű kutatóintézet is idéz, hiszen az Open Doors szerint naponta 11 keresztényt öltek meg pusztán a vallási identitása miatt. A 2019-es adatok szerint 4166 keresztényt gyilkoltak meg csak a vallási identitása miatt, és 1200 keresztény templomot érintettek a
támadások. Ha százalékos statisztikákban nézzük, akkor az elmúlt 7 évben 40%-kal csökkent a közel-keleti keresztényeknek a száma, Közel-Keleten pontosan amiatt, hogy identitásuk miatt üldöztetést szenvednek el. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzetközi jogi tényeket nem szabad politikai vagy ideológiai alapon megkérdőjelezni. Ha csak a legújabb eseményt mondom, májusban adta ki a brit külügyminisztérium Truló püspök felkérésére azt a jelentését, ahol az egész világban megvizsgálták, hogy hány keresztényt érint. Ez 245 millió keresztényt érint, a keresztényüldözés 50 országban. A top 10 országból 7 muszlim ország. A politikai korrektség miatt van az, hogy a liberálisok ezt nem ismerik el, és azt mondják, hogy mondjuk létezik népirtás, vagy létezik vallási üldözés, de mondjuk ez a keresztények esetében nem igaz önök szerint. Nem, én nem vitatom azokat a számokat, amelyekről most képviselőasszony is beszél, hanem amellett érvelek, hogy vannak olyan népcsoportok, amelyek kompletten kényszerülnek elhagyni a lakóhelyüket, éppen Myanmarban zajlik egy ilyen népirtás, és természetes az, hogyha a világon minden harmadik ember keresztény, hiszen a vallásgyakorlóknak jelentős hányada, 32% a keresztény, 2,2 milliárd emberről beszélünk, akkor sajnos a vallási üldöztetettek között is az ő számuk lesz a legnagyobb. Őket a muzulmánok követik, a hinduk, de szeretném fölhívni még egy adatra az önök figyelmét, ami nagyon fontos. A világ 73%-a a vallásgyakorlók körében él olyan területen, ahol az ő vallása a többségi valláshoz tartozik. Az ő jelentős hányaduk a hindu, illetve a keresztény vallásból kerül ki. Ez azt jelenti, hogy jelentős keresztény tömbök vannak, és ilyen módon ők zavartalanul tudják a vallásukat gyakorolni. Amilyen területekről ön beszél, képviselőasszony, ezek kisebb vallási közösségek. Azért nem szeretnék belemenni a számháborúba, csak említettem ezt az adatot, hogy a világon 4 emberből 3 olyan helyen él, ahol a többségi vallást gyakorolhatja, és ilyen módon legalábbis államigazgatás és társadalmi szinten béke veszi körül az ő vallást gyakorlását, mert ez fontos megjegyezni, és többségében keresztény emberek vannak ilyenek. Még egy gondolatot szeretnék, és aztán nem szeretném elvenni öntől sem a műsoridőt, amikor a német asztaltársaságok körében bárki, aki oda keveredik közéjük, elkezdi latolgatni a II. Világháborúban a Szovjetunió, illetve a harmadik birodalom által legyilkolt emberek létszámát, akkor felemelik a stopptáblát a németek, és azt mondják, hogy egy is sok. Pedig ebből a latolgatásból látszólag ők jól jönnének ki. Tehát az én álláspontom szerint egy is sok, és azt gondolom, hogy kiemelni egyetlen vallási közösséget, amely kétségkívül a világ legnagyobb vallási közössége, történelmi bűn, és azért merek így beszélni erről, mert a többi világvallás gyakorlóit is számos módon üldözik úgy, hogy akár életveszélyben is vannak a lakóhelyükön. Ez alól nem kivétel egyébként, akár a Boko Haram, akár az Iszlám Állam üldöző magatartása sem, nem válogatnak zsidókat és muszlimokat, éppen ugyanúgy elüldöznek a saját sajnos a Boko Haram, a Shellabab, a muszlim testvériség vagy az Iszlám Állam támadásainak 85-90% a keresztényeket érint, ezek is tények és statisztikák. A vallásközi párbeszéd. A vallásközi párbeszédet azért fontos az üldözött keresztények kérdéskörét kiemelni, hagy idézem a libanoni muftit, aki azt mondta, hogy a keresztények nélkül és a keresztények eltűnése nélkül nincs béke a Közel-Keleten. Tehát a keresztényeknek nem csak értékrendi szempontjából van Magyarország számára jelentősége, hiszen egy keresztény kultúrai ország vagyunk, aki az üldözött keresztények hangját képviseli a világban, hanem ha a keresztények az üldöztetés miatt eltűnnek, 4% alá esnek 2050-ben Közel-Keleten, még a mérsékelt muszlim vezetők is azt mondják, hogy ez olyan beláthatatlan következményekkel jár a Közel-Kelet vallásközi párbeszédének és vallási egyensúlyának megtartására, amely a keresztények nélkül fel fog gyakorlatilag bomlani. És nem csak itt beszélünk például jazidi kisebbségről, más kisebbségekről, de mivel az üldözött keresztények, és itt hagyj emeljem ide, hogy Közel-Keleten, azokról a területekről beszélünk,
ami az ős keresztényi vallásunk bölcsője, amelynek Európa a kereszténységét köszönheti. Tehát ez nem csak egy stratégiai és vallásközi párbeszédnek a kérdésköre, hanem annak a kérdésköre, hogy hogyan tudjuk a Közel-Kelet békéjét megőrizni. Ugyanis a radikális iszlám és a mérsékelt iszlám között rendkívül nagy a különbség. A mérsékelt iszlám Közel-Keleten igenis arra törekszik, és hogy hagy hozzak ide egy magyar projektünket, amely igazán képviseli a vallásközi párbeszédet, a szíriai nyitott kórház projektünket, ahol keresztény, muszlim nők, asszonyok bemehetnek vallásuktól függetlenül, mert ez a cél, hogy megmaradjanak a közösségek. De azokon a területeken, ahol ők eltűnnek és üldöztetést szenvednek el, és ezek a terrorszervezetek rendkívül racionálisan és rendkívül stratégiailag nézik át a világot, hogy hol pusztítsanak az egyiptomi kopt keresztényeket, Észak-Irak területén, az afrikai területeken, Szomáliából a Shellaba megy tovább, és azokat a keresztény gócpontokat pusztítja. És azt gondolom, hogy nem csak azért fontos Magyarországnak erről beszélni, mert büszkék vagyunk a keresztény kultúránkra, hanem a vallásközi párbeszéd, és ha keresztények vagyunk, akkor ez a lényeg. Az arról szól, hogy igen, dialógust kell kezdenünk, de a tények azért is fontosak, mert enélkül nincs valós dialógus, és nincs valós vallásközi párbeszéd, én azt gondolom. Ráadásul nem arról van szó, hogy miközben a kereszténység vallási békét és vallási együttélést hirdet, a közben pontosan ezek a radikális muszlim szervezetek vagy terrorszervezetek pedig vindikálják maguknak azt a jogot, hogy mondjuk ők egy régiót, egy területet kisajátítsanak, elüldözzék onnan a keresztényeket, és népirtást is elkövessenek, tehát kiírtsák a keresztény közösségeket? Nagyon érdekes, hogy éppen ezt kérdezi, mert itt szeretem volna arra reagálni, amit képviselőasszony elmondott, hogy én örülök annak, hogy vannak olyan pontok, amikben egyet tudunk érteni, és például az a kórház, ami ilyen módon tud működni, az egy jelentős előrelépés. Tehát én nem vitatom azt, hogy erre a tevékenységre szerte a világon szükség van. Azt azonban mondom, és például a keresztény üldözésről szóló konferencián ez kifejezetten hangsúlyos volt, épp az ön pártársa Semjén Zsolt mondta azt, hogy már az Európai Unióban is lájtosan, ahogy ő fogalmazott, megjelenik a keresztény üldözés, de ez nem igaz. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad úgy fölfogni a kereszténységet, vagy a keresztények védelmét szerte a világon, amire igenis szükség van, hogy ez a szekuláris társadalommal szembe menő elv legyen. Az lenne a fontos, hogyha senkit a vallása Európa vagy a származása miatt nem üldöznének. És bocsánat, még egy gondolat, hogy amikor látjuk a putyini Oroszországban, hogy gyakorlatilag a pravoszláv vallás, mint valami fajta kvázi államvallás, emelkedik a putyini uralomnak köszönhetően, közben látjuk jogfosztottságban elsüllyedni a többi vallási felekezetet, és láttuk azt, hogy protestánsok, zsidók, Jehova tanúi egyszerre. Egyetértek miniszterelnök helyettes úrral, Semjén Zsolttal, hogy a keresztény üldözésnek vannak politikai, és van vallási alapú keresztény üldözés, és van politikai alapú. Amikor katolikus templomokat, mecsetek kialakítanak, amikor az olasz bíróságon téma az, ha valaki keresztet hord, más identitását zavarja. Ez lappangó módon eljuthat odáig, hogy azért, mert én keresztény vagyok, más identitását zavarom, és ideig nem juthat el Európa. És azt nagyon fontos látni, hogy a radikális iszlám sosem fog integrálódni. És az európai szekuláris gondolkodásmódnak ez a fajta radikalizálódás. Az egyiptomi püspök urat fogadtam nem olyan régen, és azt mondta, hogy azok a muszlim közösségek, amelyek mérsékeltek, és a szalát sülőföldükön vannak, és nekünk is ez a célunk, hogy a keresztények ott maradjanak, sokkal jobban képesek a mérsékelt muszlimok a párbeszédre. Amint Európában jön, nem tud integrálódni, és ezért radikalizálódik, és ezért nagyon fontos az erős keresztény identitás, a történelmi gyökereinknek a megvédése, mert mi egy ilyen Európát kaptunk az őseinktől, és egy ilyen Európát szeretnénk megvédeni. Az imént azt mondta, hogy ugye bűn Magyarországon is, illetve Európában is keresztény üldözésről beszélni, főleg ezen a kontinensen és itt Európában. Ugyanakkor egyre több német politikus is felszólal a keresztény üldözéssel szemben, ráadásul a május 26-ai európai parlamenti választások kampány témájával is vált már a keresztény üldözés. Szerencsére akkor önök ezt sokkal hátrébb sorolnák, ezt a problémát? Én amellett érvelek, és akkor egyúttal nem csak az ön kérdésére válaszolok, hanem szeretnék reagálni, és az elhangzottakra,
hogy az kivételesen fontos, hogy látni kell, hogy az európai közösség nem radikalizálódik. Ez az egyik fő állítása a magyar kormánynak. Ha ami, bevándorolt iszlámok radikalizálódnak. De ez az önök bevándorlás ellenes politikája, és egyébként emberiesség ellenes politikája is megerősítés nyer akkor, amikor kizárólag az üldöztetett keresztényekért akarnak tenni, és nem arról beszélnek, hogy mindenki, aki bőrszíne, vallása, származása, vagy bármi tulajdonsága alapján üldöztetve az van. A baj, hogy ezt a közönyt érzik a közel-keleti De ez nem egy közöny. Ez nem egy közöny. Amikor nagyon érdemes lenne képviselőasszonynak találkozni azokkal a püspökökkel, akikkel nekünk van lehetőségünk, mert minden egyes alkalommal azt mondják, hogy köszönik, hogy végre volt egy olyan ország, amely felemelte a hangját az üldözött keresztényekért, köszönik, hogy valaki figyel rájuk, köszönik, hogy valaki foglalkozik velük. Én azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy nincs radikalizáció, ha csak az európai terrorcselekményeken megyünk végig, hogy hány templom ellen volt gyújtogatás, és Európában itt már megjelenik az, amiről beszéltünk a Közel-Keleten. És ezért nagyon fontos látni az összefüggéseket, hogy mi zajlik Afrikában, mi zajlik Közel-Keleten, és mi zajlik Európában. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy Spejlő Bianca iszlámkutató az egyik tanácsadóm, mert az iszlámot érteni kell ahhoz, hogy arról beszéljünk. És ezért ahhoz, hogy a vallásközi párbeszédet megvalósítsuk, végtelenül szükség van arra, hogy a Közel-Keleten, ahogyan mondtam is, meg tudjanak maradni a keresztények, és a keresztény közösségek vezetői, mert ezek a közösségek csak úgy tudnak megmaradni, ezért is van a Hungary Helps program, amely az egyházi vezetőkkel közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, mert ezek a közösségek már olyan kiszolgáltatottak, hogy gyakorlatilag az egyházok vezető, sok esetben nincsen regnáló kormány, csak az egyházak a közösségeik vezetőjén keresztül tudjuk megszólítani őket, és segíteni nekik, hogy hogyan tudjanak a szülőföldükön maradni, mert hogy ott szeretnének maradni. És ez nagyon fontos. Az egy nagyon fontos dolog, amit most kimondott, és én ezt nem vitattam sosem. Nekem az a problémám, hogy amikor keresztény üldözésről beszélnek, akkor azt közvetítik a magyar társadalom felé, hogy ők veszélyben vannak. Azt közvetítik a magyar társadalom felé, hogy aki keresztény, hamarosan itt, Európában is félnie kell. De nem az a valós helyzet. És ez nem igaz. A migráció miatt és éppen önök azok, és éppen bizonyos területeken sária törvények is. Nézzék, én többször elmondtam már a jobboldali sajtóban is, hogy éltem egy olyan berlini kerületben, amelyet Szijjártó Péter nógózó nevezett. Nem mondanak igazat a berlini no-go-zónákkal kapcsolatosan. Én ott éltem egy ilyen kerületben, szó sincs erről, békés együttélésről van szó. De tovább megyek. Akkor sem mondanak igazat, amikor azt mondják, hogy önöknek minden keresztény fontos, mert önkényesen hoztak olyan törvényt, amelyben több kisegyház visszamenőleges hatállyal elveszítette az egyházi státuszát. Az egyházi keresztényként nem tudják. Egy gyors kérdés, hogy ebben a berlini kerületben mikor éltem? Ez mikor volt, amikor a... 2013-ban költöztem haza, de ekkor már érezhető. Akkor ez még jól van a migrációs válság. Hagyj mondjak még egy dolgot. Nézzék, azok a pakisztáni én azóta és iráni fiatalok, jártam ebben a akik ide jönnek, és nem számukra igaz, természetes az, hogy valaki, ha az iszlámról keresztényre tél, halálbüntetés jár, életfogytiglani tartó szabadságvesztés jár Pakisztánban, Iránban, Szaúd-Arábiában vár azokra a keresztényekre, akik felvállalják a keresztényvállásukat, hogy hozzam ide a nők helyzetét, ha már két női politikusról van szó. Ázsia Bibi Pakisztánban 10 évig gyötört a legfelsőbb bíróság. Ketten szakítottak félbe akkor, most volt az eljárás, hogy meg tudott menekülni az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Ketten szakítottak félbe akkor, amikor beszéltem a magyar keresztények helyzetéről, és arról, hogy az önök egyház törvény módosításának köszönhetően több olyan kis egyház, keresztény egyház veszített el az egyházi státuszát, akik egyébként nem csak a vallásukat gyakorolták, hanem nagyon hasznos társadalmi munkát végeztek. Ezt most gyakorlatilag források nélkül kell végezniük, holott egyébként egyházi törvényünket módosítottuk, idő. Azoknak a megfelelő, amit a Velencei Bizottság elvárásainak megfelelően, ezt nem olyan régen nyilatkoztat Rócsányi László igazságügyi miniszter úr is. Én azt gondolom, hogy hogy nem mert az egyházi törvényünket ennek megfelelően, a nemzetközi kritikáknak megfelelően módosítottuk, és egy dolgot hagyj emeljek ide, az egyetlen ország vagyunk Európában, aki államtitkárságot hozott létre, az
üldözött keresztények megsegítésére. Miért nem az üldözött vallásgyakorlók megsegítésére? Azért, mert 1000 éves keresztény kultúránk van, zsidó keresztény és alaptörvényünkben rögzített keresztény kultúránk predesztinál minket arra, hogy mi a keresztény közösségeket. És amikor Orbán Viktor azt mondta, és amikor védjük a keresztény közösségeket, és a helyben, amikor mi felújítunk egy templomot, mi felújítunk egy iskolát és egy kórházat, azokat a kórházakat nem csak Szíriában, Irakban és más helyen más közösségek is fogják használni. És még egyet hagy emeljek ide, hogyha mi templomot újítunk fel, akkor kulturális örökségvédelmet is végzünk, amit az UNICEF elvár. Úgyhogy azt gondolom, UNESCO, bocsánat. Lehet ezt kirekesztő magatartás nélkül és kirekesztő kommunikáció nélkül is végezni ezt a feladatot. Azt gondolom, minden vallási felekezetre megjelentünk a közel-keleten. Minden vallási felekezetre. Én azt gondolom, hogy elsőként megjelenni a közel-keleten, és az üldözött keresztények hangjai lenni nagyon fontos a világban. És az, hogy az amerikai elnök pár nappal ezelőtt Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján köszönetet mondott a világ előtt annak, hogy a keresztény közösségek megőrizzük, ezt magáért beszél, és még egy dolog, az amerikai fejlesztési ügynökség együttműködési megállapodást írt alá, mert a Hungary Helps modellt példaértékűnek tartják. Én azt gondolom, hogyha egy amerikai Egyesült Államok szeretne velünk együttműködni, az valóban azt jelenti, hogy ez a gondolkodásmód hatékony, amit én nagyon sok esetben látok a nemzetközi szervezetek esetén. Illetve ott az Európa Tanács, ott az Európai Parlament, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez az eredmény, amit most az amerikai elnök köszönt meg miniszterelnök úrnak. Viszont ezzel az adásidőnk is elfogyott, remélem fogunk még erről beszélni, erről a témáról, és remélem, hogy május 26-a után nagyobb hangsúlyt fog kapni a keresztény üldözés Európában. Köszönöm ezt a mai vitát, és köszönöm a beszélgetést, kedves nézőinek pedig a figyelmet, köszönöm, ez volt már a Plusz Minusz, jövő héten is tartsanak velünk csütörtök este, akkor is izgalmas vita lesz, viszontlátásra, jó éjszakát! Köszönöm.